Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. Gondoljunk csak az inflációra, amiért a miniszterelnök Ukrajnában dúló háborút, az Oroszországra kirótt szankciókat okolta. Nos, a háború és a szankciók az Unió minden országát érintették, mégis messze nálunk a legmagasabb az infláció egész Európai Unióban, már egy éve az élelmiszer árak pedig két év alatt kétszeresére nőttek itt nálunk, ásapkák ide vagy oda. Tehát Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. De gondoljunk csak a munkabérekre, vagy az ütemes emelkedésre, vagy a nyugdíjak értékének megőrzésére. Mind az átlagbért, mind a minimálbért tekintve utolsó helyen vagyunk Európában, csak Bulgária marad el mögöttünk. Ami pedig a nyugdíjakat illeti, az ezévi januári infláció 25%-nál is több volt, nyugdíjakat viszont 15%-kal emelték. Ennyit az értékálló nyugdíjról, tehát Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. A kormányváltás előtt a GDP 7,5%-át fordítottuk egészségügyre, mára alig 3%-ot. Mi lett ennek a következménye? Egy 2008-as nemzetközi felmérés szerint a magyar egészségügy a 12. helyen állt Európában, közvetlenül az Egyesült Királyság mögött, 2018-ra viszont a 26. helyet foglalta el, csak Romániát előzve meg. Ha ezt követő 5 éve alatt már nem is tudom hova süllyed. Tehát Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. Amíg mi vagyunk a kormányrúd mögött, addig lesz rezsicsökkentés, ígérte Orbán Viktor 2 évvel ezelőtt. Hát aztán még sincs. Tavaly nyáron önök alig, hogy megnyerték a választást, brutálisan megemelték a gáz és az áram árát, indokolatlanul alacsonyan megállapított átlagfogyasztás felett. Ma már azt is tudjuk, hogy önök 400%-os extra profitot keresnek a lakosságnak eladott gázon, ezért ilyen drága. Tehát Orbán Viktor miatt van bajban Magyarország. Tisztelt Ház! Doblev Klára vezette árnyék kormány szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Mindenható vállalati profit helyett európai béreket, nyugdíjakat, magánkórházak és magániskolák helyett erős állami egészségügyet és oktatást, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. Az orbáni hazugságok leleplezésével nyilvánvaló, hogy a mi ajánlatunkkal szemben hazugságokkal verik át őket. A változáshoz mindenkinek tudnia kell az igazságot. Orbán miatt van bajban Magyarország.